Andorka Gábor, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium igazgatója elmondta. Nagy örömmel tölti el, hogy sok fiatal diák számára vonzó tantárgy a matematika, de biztos benne, hogy jó pedagógusok nélkül nehéz lenne megszerettetni a gyerekekkel ezt a tudományágat. 33. alkalommal adtuk át a megyében legeredményesebb matematikát, a Zrínyi verseny matematikusainak a díjakat, úgyhogy nagy öröm ez számunkra. Én úgy hiszem, hogy a matematika az egy nehéz tudományág, de azért szerintem meg lehet szeretetni, és itt a ékes tanúbizonságát adták a kollégák, hogy igenis meg lehet, és sokakat érint ez az ág művészeti, hiszen ez már gyakorlatilag olyan magas szinten űzik, hogy művészeti ágnak is lehet nevezni. Majd hozzátette, az egészséges rivalizálás még jobban ösztönzi a tanárokat és diákokat abban, hogy a környező megyék közül a legjobban teljesítsenek. Ennek ékes példája egy vándorserleg is. Itt az iskolában az elmúlt évtizedekben azért egy olyan jelentős matematikai alap lett lerakva, amit a jelenlegi kollégák is tovább visznek, és hát nagy öröm ez számukra, hogy ilyen eredményesen tudják képviselni az intézményt, és remélhetőleg Tolna megyét is majd. Mindenképpen egy hatalmas presztízs, hiszen azért Somogy és Baranya megye mellett, ugye Tolna itt a legkisebb lélekszámú megyéről van szó, azért mindig nagy öröm, hogyha itt a környező rivális iskolákból el tudjuk hozni, és a megyébe tudhatjuk ezeket a trófeákat. Szabó Tibor, Bonyhád alpolgármestere úgy nyilatkozott, büszkeséggel tölti el, hogy ennyi gyerek érdeklődik a matematika iránt. Nagy öröm számára, hogy a bonyhádi diákok is képviseltetik magukat az országos megmérettetésen. Most ismét együtt lehetünk így közösségi térben, a pandémia elmúlott talán. A 33. Zrínyi Ilona a matematikai verseny megyei díjkiosztó ünnepségén voltunk. Nem is tudok más szavakat mondani, mint hogy pazar volt. Ennyi értelmes, okos, intelligens fiatalembert nagyon régen láttam. Nem mondom, hogy a mi időnkben, amikor ide a gimnáziumba jártunk, akkor nem volt nagyon neves a matematika, abban az időben is, és ez volt a legfontosabb, talán legfontosabb tantárgy, de most különösen. Ez a verseny, ami 90 óta tart, ez olyan mértékben beindította a matematika iránt a gyerekek érdeklődését, hogy minden elismerésem érte. A bonyhádi szervezőknek külön gratulálok, a továbbjutóknak, megyei továbbjutóknak, ha jól számoltam, akkor 21-en jutnak az országos döntőbe, őnek kifejezetten gratulálok, és a 4 bonyhádinak meg nagyon örülök. Az országos döntőre kijutó tanulók megosztották velünk, hogyan készültek a feladatsorokra, és mennyire találták nehéznek a kérdéseket. Az Anikolia felkészítő tanárommal gyakoroltunk előző évi feladatsorokat főképp, vagy kicsit kitértünk a matek leckéből matek órán, és úgy fölkészültünk rá a versenyre. Hát az első pár feladat az jelentősen könnyebb volt, mint mondjuk az utolsó 4-5. Szerintem egy olyan 1-től 10-ig nagyjából ugyanannyira nehéz, és a 20-tól 25-ös feladatok is nagyjából ugyanolyan nehezek. Már másodikos korom óta ritkán, vagy hát néha szoktunk csinálni előző éves matek feladatsorokat, és hát azokat mindig folyamatosan egy kicsit, és akkor ez sok év alatt, akkor ez így összeáll, és akkor megy a feladatsor. Csináltam itt is most idén előző éves feladatsorokat, de tényleg ez az évek munkája, ami összerakódik. A tanulás kifizetődő, hiszen kellő szorgalommal és elég gyakorlással a legjobbak közé kerülhet az ember.